Idén is lezárják a Múzeum utcát és színpadot állítanak, hiszen szombaton estétől folyamatosan programokkal várják majd a múzeum éjszakájának vendégeit. A Kossuth Múzeum lesz a ceglédi rendezvények központi helyszíne. Itt este 8 órától a Fairy Garden ad koncertet, majd 21 órától egy különleges a cappella duó, Elza Vájé és Vinan Gábor műsorát hallhatja a közönség. De persze a múzeum épületében is lesznek programok. Este 8:30-tól egy különleges előadás részesei lehetünk. Ezen az éjszakán lesz utoljára látható az Iparkottunk című kiállítás, és ehhez egy közjátszás nevű műfajt ad elő. Gondolom nem sértődnek meg, ha azt mondom róluk, hogy egy baráti társaság, Koltói Ádám a szerkesztője ennek a kis műsornak. Lesz benne népdal, nem népdal, szöveges rész, és mindegyik az iparosokról szól majd. Este 10 órától a Patkós Irma Művészeti Iskola növendékei mutatnak be egy különleges előadást a monarchiabeli fürdő életről. 11 órakor pedig dr. Farkas Pál a régi idők gyógyvizeiről, azok jótékony hatásairól is beszél majd. A múzeum, mint minden évben, most is készül meglepetéssel a gyerekeknek. A Városi Könyvtár munkatársai ajánlkoztak, hogy eljönnek és mesét mondanak a gyerekeknek 9-től 10-ig. De a gyerekek itt ismerkedhetnek apró játékokkal, kifestővel, és a felnőttek is szokás szerint találkoznak majd tudáspróbával, lesz múzeumi hírmondó. Az este során fellép a Cegléd Tánc Együttes, a Benedek Péter rajzkör pedig festeni fog a múzeum előtt. A Kossuth Múzeum mellett a Dob Múzeumba, a Kályha Múzeumba, a Sport Múzeumba, a Régi Idők Tárházába és a Kossuth Művelődési Központba is tárlatvezetéssel várják a vendégeket este 6 órától. A Városházán a Sepsi Szentgyörgyi Vox Humana Együttes ad koncertet este 7-től. A múzeumok éjszakájának valamennyi programja ingyenes.